Sószobával is el van látva, így a kisgyermekek légútjainak tisztításában is segít Ibrány legújabb nevelési intézménye, a Gyöngyszem családi bölcsőde. A családi kifejezés egy viszonylag új gyermeknevelési formát takar, olyan kis csoportos szolgáltatást, amelyben a gyermekeket nevelők és szülők sok esetben közösen életkoruknak és szükségleteiknek megfelelő étrenddel és foglalkozásokkal otthonosan berendezett körülmények között nevelnek. A Gyöngyszem hálózat már több mint másfél évtizede sikeresen működik Nyíregyházán, az új telephelyet Ibrányban most Európai Uniós támogatással alakították ki. Nagy tornateremmel rendelkezünk, ahol a mozgástigényüket ki tudjuk elégíteni, a nagy mozgáshoz rengeteg játékunk van. Kislétszámú csoportokról beszélünk, ugye, ami szintén az egyéni bánásmód még erőteljesebben, hatványozottabban segíti azt, hogy a gyerekek úgy szocializálódnak, hogy külön mindenkit egyénileg ismernek, és mindenkit úgy tudnak fejleszteni, azt szerint, hogy miben van esetleg elmaradása, vagy éppen segítségre szorul. Az önállósodást segítjük, családdal együtt próbálunk nevelni, és nagyon szeretik a családok ezt az új gyermekellátási formát, mert amellett, hogy a gyermekekre vigyázunk, és nagy örömünkre ránk bízzák a kis Gyöngyszemeiket, sok-sok családi eseményünk is van. Trencsényi Imre Ibrány polgármestere köszöntőjében kifejtette, hosszú idő után a tavalyi év volt az első, amikor több születést, mint halálesetet regisztráltak. A település vezető üdvözölte, hogy újabb palettával bővült az eddig is igen teljes oktatási nevelési rendszer. Elmondhatjuk, hogy a bölcsődétől kezdve az óvodán át, az általános iskolán keresztül egészen a gimnáziumi oktatásig biztosítva van Ibrányban a gyerekeknek az oktatása és a nevelése. Sőt, elmondhatom, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek számára 0-tól 3 éves korig gyerekházat működtetünk, és tanodát is a nagyobb gyerekek számára, de ez a fajta magánbölcsőde még nem működött a településünkön, ezért örülünk, hogy ez megvalósult, és tudja bővíteni Ibránynak is a palettáját ilyen formában. A közintézmények, valamint a bölcsődék, óvodák és iskolák színvonalas működése nagyban növelte a gyermekvállalási kedvet az utóbbi években. Erről már Vinai Győző, a térség országgyűlési képviselője beszélt az átadó ünnepség alkalmával. Hozzátéve, hogy Magyarországon világszínvonalú a gyermeknevelés, ez pedig minden területen érezteti hatását. Egy állam vagy egy kormány csak a feltételrendszer tudja biztosítani, hogy legyen munka, legyen otthon, legyenek gyereknevelés segítő intézmények. Úgyhogy én azért örülök egy ilyen családi bölcsödének itt Ibrányban, mert a kínálatot erősíti. Mondhatni azt, hogy az óvodapedagógusaink világhírűek, és a gyereknevelés az a jövő szempontjából is nagyon fontos, hogyha a gyerekeink itt megtanulják a másik gyerek tiszteletét, kapnak felelősséget, kapnak feladatokat, kialakulnak a személyiségjegyek, és kulturált magatartás lesz majd később, akkor szerintem helyesen járunk el, és akkor nem csak Ibrány fog, nem csak a megye, hanem az ország is fejlődni. A két csoportos, összesen 16 férőhelyes Ibrányi Gyöngyszem családi bölcsőde kialakítására csak nem 160 millió forint támogatást nyert el a fenntartó vállalkozás a terület és településfejlesztési programban.